Valakinek egy fertőzés miatt fáj a torka, az azért van, mert az ott lévő nyirokszövetek körülbelül másfél-kétszeresére megduzzadnak, a kötőszövetet nyomják, ez fájdalmakat okoz, és közben valamiféle védekezés indul el, és amikor ez a fájdalom megszűnik, akkor a nyirokszövet visszaáll az eredeti helyére. Hallgatóknak azt szoktam mondani, hogy ezt úgy képzeljék el, ez egy olyan csodálatos képessége az immunrendszernek, mintha ők vizsgaidőszakban nagy intellektuális, meg mentális nyomásnak kitéve elkezdenék az agyukat növeszteni. Szó szerint.